A.T. Jones, a harmadik angyal üzenete, 1895. 17. prédikáció Ami pedig azt illeti, hogy Krisztusnak nem voltak olyan szenvedélyei, mint nekünk, a következő. A szentilásban mindenhol olyan, mint mi, ami a testet illeti. Ő Dávid magva test szerint, a bűnös test hasonlatosságára tétetett ne lépjünk tovább. A bűnös test hasonlatosságára tétetett, nem pedig a bűnös elme hasonlatosságára. Ne vonjátok az ő elméjét is erre a területre. Az ő teste volt olyan, mint a mi testünk, de az elme Krisztus elméje volt. Ezért van megírva. Annak okáért az az elme legyen bennetek. Filipi 2.5. Angol fordítás. Ha átvette volna a mi elménket, hogyan buzdíthatna a szentírás arra, hogy annak okáért az az elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt? Milyen elme a mi elménk? Ez a bűntől megrontott elme. Nézzük meg saját állapotunk leírását, Efézus második rész első három versében, de különösen a harmadik versben. Olvashatjátok újra a buletén 191. oldalán azt a tanulmányt, amelyet az ellenségeskedés megsemmisítésével kapcsolatban tanultunk. Tanulmányoztuk akkor, hogyan jelent meg az ellenségeskedés, hogyan jött be a világra, ott megtaláljátok. Ádám az édenkertben Krisztus elméjével rendelkezett. Isteni elméje volt, az isteni és az emberi egyesült a bűn nem érintette azt. Akkor jött sátán, aki a kísértéseit a vágyon keresztül, a testen keresztül mutatta be. Ádám és Éva lemondtak Jézus Krisztus elméjéről, a bennük létező Isten gondolkodás módjáról, elfogadva a másik elme javaslatait és vezetését. Így lettek ennek az elmének a rabszolgái, és mi is azok vagyunk. Krisztus eljött a világra, magára öltve a mi testünket, és a pusztai szenvedés és a kísértések által harcolt a vágy ellen. Ahol Ádám és Éva elesett, a bűn bejövetelének kapujában Krisztus ugyanazt a csatát vívta meg, megvívta a győzelmet, és ugyanazon a kapun jött be az igazságosság. Negyven napi bőjt után, segítség nélkül, emberként, mint mi, éhesen, mint mi, eljött hozzá a kísértő. Ha az Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. De Jézus így felelt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével is, amely az Istennek szájából származik. Utána az ördög egy másik oldalról kísértette őt, mondván, te bízol Isten szavában, ugye? Nos, Isten ígéje azt mondja, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne lábadat a kőbe. Ha bízol Isten szavában, vesd le magad, mert megvan írva. Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne lábadat a kőbe. Jézus ismét válaszolt. Viszont meg van írva, ne az Urat, a te Istenedet. Ezt követően Sátán felvitte Jézust egy nagyon magas hegyre, megmutatta neki a világ összes birodalmát, és ezek pompáját, a dicsőséget, a kiváltságot. Mindezeket megmutatta. Abban a pillanatban fel lett ébresztve minden ambíció, amely megnyilvánult Napóleonban, Cézárban, nagy Sándorban és az összes hódítóban együttvéve. De Jézus válasza ugyanaz volt. Megvan írva, az urat, a te istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor az ördög eltávozott tőle egy időre, és eljöttek az angyalok, és szolgáltak neki. Így sátán hatalma lelegyőzve az emberben, a vágy legyőzése által, a vágy, amely által sátán uralmat szerzett az ember felett. Kezdetben az első ember Isten elméjével rendelkezett, de elvesztette azt, és helyébe elnyerte sátán elméjét. Jézus Krisztusban Isten elméje visszakerül az emberek fiaihoz, és sátán vereséget szenved. Ezért dicsőséges igazság, mint ahogy dr. Jung fordításában, valamint a német és görög fordításban olvassuk. Tudjuk, hogy Isten fia eljött és elmét adott nékünk. Olvassátok el az egykorintus második rész 16. versének utolsó szavait. Bennünk pedig a Krisztus értelme, angolul elméje van. Kössétek össze a két mondatot a német, a dán és a görög fordítás megegyezik. Tudjuk, hogy Isten fia eljött, és elmét adott nekünk, és bennünk van Krisztus elméje. Hála Istennek! Most olvassunk a római levélből, a görögből fogom olvasni, a hetedik fejezet 24. versével kezdve. Emlékezzetek arra, hogy a téma a tizedik verstől egészen a huszonnegyedik versig erről a küzdelemről szól. Nem a jó cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt, amelyet nem akarok. Megtalálom magamban ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és rabul áld a bűn törvényének, amely az én tagjaimban van. Ebben a küzdelemben a test uralkodik, és maga után húzza az elmét, teljesítve a test és az elme vágyait. De, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet az én elmémmel az Isten törvényének, de a testemmel a bűntörvényének szolgálok. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet, lelkinek törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért. Kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A test gondolata halál a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Róma 7. fejezet 24-25 és 8. fejezet első tíz verse. Elménk beleegyezett a bűnbe, éreztük a test csábításait, és elménk utat engedett nekik. Elménk beleegyezett és teljesítette a test akaratát és vágyait, megvalósítva ezzel a test és az elme vágyait. A test vezet, az elménk követi azt, testemmel pedig a bűntörvényét szolgálom. Ha az elme uralkodhatna, akkor Isten törvényét szolgálná. De mivel az elménk engedett, alávetette magát a bűnnek, azért az elménk is bűnössé és erőtelenné is vált. És a bűn ereje vezet a testen keresztül. Jézus Krisztus teste a mi testünk volt, és benne volt mindaz, ami a mi testünkben van. A mi testünkben létező összes bűnre való hajlam az ő testében is létezett, és arra vonzotta őt, hogy beleegyezzen a bűnbe. Tegyük fel, hogy önként beleegyezett volna a bűnbe. Mi lett volna akkor? az elméje megromlott volna, és akkor ugyanolyan szenvedélyekre tett volna szert, mint mi. De ebben az esetben bűnös lett volna, a bűn szolgája lett volna, és mindannyian elvesztünk volna, minden elveszett volna. Ebben a témában olvasok a Jézus Életet című könyv új kiadásából. Igaz, hogy Jézus egy bizonyos alkalommal ezt mondta magáról, jön e világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. János 14.30 Sátán egy-egy pontot talál az emberek szívében, ahol meg tudja vetni a lábát. Bizonyos bűnös vágyakat melengetünk, amelyek által kísértései megmutatják erejüket. Honnan indítja sátán a kísértését? A testből, sátán a testen keresztül jut el az elménkhez. Isten az elmén keresztül jut el a testhez. Ezen eszközök által a test kívánsága, a szemek kívánsága és az életkérkedése, az emberek és a világ tiszteletének, megnyerésének vágya által, mindezek által vonz minket sátán, vonzza az elménket, hogy engedjünk a kísértésnek. Az elménk válaszol erre a vonzásra, és mi szeretjük ezt a vonzást. Sátán kísértései ezáltal megmutatják erejüket, és védkezünk. De a test vonz erejének szeretete előtt nincs szó bűnről. Ez kísértés, de nem bűn. Minden ember kísértésbe esik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánságát. Azután, amikor a kívánság megfogan, Megszületik a bűn, a bűn pedig teljességre jut, és halált von maga után. Szeretünk bizonyos bűnös vágyakat, és rajtuk keresztül a gonosz kísértései megmutatják hatalmukat. De sátán nem talált semmit az Isten fiában, ami által bármiféle győzelmet arathatott volna. Jézus nem adta beleegyezését a bűnre. Egyetlen gondolattal sem lehetett rávenni hogy engedjen a kísértés hatalmának. Figyeljétek meg, hogy a győzelem ott van, ahol a csatatér is van, a test és az elme közötti frontvonalon. A küzdelem a gondolatok területén folyik. Mármint a test elleni harc mindig a gondolatok területén zajlik, és a győzelmek a gondolatok területén születnek. Ezért jött el Jézus Krisztus pontosan ugyanabban a testben, mint a miénk. De olyan elmével, amely megőrizte fedhetetlenségét minden kísértéssel, a bűn minden kihívásával szemben. Olyan elmével, amely soha, de soha nem egyezett bele a bűnbe. A gondolat elképzelhető leghalványabb árnyékának mértékében sem és így módon ő elhozta ezt az isteni elmét minden emberhez a földön. Ezért minden ember választása és döntése alapján rendelkezhet azzal az isteni elmével, amely legyőzi a bűnt a testben. Dr. Jung fordítása szerint egy János 5. rész 20. verse így hangzik. Tudjátok, hogy Isten fia eljött és elmét adott nekünk, a német fordítás ugyanezt mondja, és a görög fordítás is, elmét adott nekünk. Legyetek biztosak abban, hogy Isteni elmét adott nekünk. Ezért jött. Természetes elménk volt már az az elme, amely követi a gonoszt, és engedelmeskedik a testnek. Mi tette rabszolgává Éva elméjét, látta, hogy a fagyümölcse jó elederre. Egyáltalán nem volt jó elederre. Az étvágy, a testvágya, a test akarata átvette a vezetést. Éva szakított a fáról és evett. Az étvágy vezetett, és rabszolgaságba ejtette az elmét. Ennek eredményeképpen megszületett a testi elme. Ez az elme pedig ellenségeskedés Istennel és a sátántól származik. Ez az elme Jézus Krisztusban megsemmisül az Isteni elme által, amelyet Ő a testében hozott. Ezen isteni elme által Jézus lábai alá vetette az ellenségeskedést, és ott tartja. Ezen elme által ítélte el a bűnt a testben. Tehát itt a győzelmünk. Benne van a mi győzelmünk, és minden arról szól, hogy legyen az az elménk, amely benne is volt. Az ellenségeskedés kezdettől fogva bejött a világra, amikor sátán rabszolgává tette az embert, és szolgává tette az elméjét. De Isten azt mondta, ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, a te magod és az ő magva között. Ki volt az asszony magva? Krisztus. Ez, a nő magva, neked a fejedre tapos. Te pedig taposod a fejét? Nem. Nem, nem. Te pedig annak sarkát mardosod. Az egyetlen dolog, amit a gonosz tehetett Krisztussal, az volt, hogy bemutatta neki a test vonzerejét, hogy megkísértse őt a testben. Nem tudta megérinteni az elméjét. Krisztus azonban megérinti a sátáni elmét, amely ellenségeskedésből áll, és összetöri azt. A teremtés könyvében minden le van írva. Az áldás az, hogy sátán már csak a testen tud dolgozni. Ő felébresztheti a testi vágyakat, de Krisztus elméje figyel és azt mondja, nem, nem, Isten törvénye az, amely tiszteletben van tartva, és a természetes testnek engedelmeskednie kell. Ezt a gondolatot kellene tovább követnünk és tegyük meg ezt mindaddig, amíg áldást, örömet és üdvösséget találunk benne minden lélek számára. Az az elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Angol fordítás. Ez az elme legyőzi a bűnt a bűnös testben. Krisztus ígérete szerint isteni természet részeseivé tétetünk. Az isteni és az emberi újra egyesül, amikor Jézus Krisztus isteni elméje az emberi testben marad Jézus isteni hite által. Engedjétek, hogy egyesüljenek bennetek, és örüljetek ezért egyre jobban az örökké valóságig. Tehát az elme, amelyel rendelkezünk, a test természetes elméje. Ez a természet a test uralma alatt áll. És kitől kaptuk? Sátántól. Ezért ez ellenségeskedés Istennel. Sátán ezen elméje nem más, mint az én elméje, amely mindig Isten helyébe állítja az ént. De Krisztus azért jött, hogy más elmét hozzon nekünk. Amikor sátán elméjét bírjuk, és a test uralkodik, akkor a bűntörvényét szolgáljuk. Isten megmutathatja nekünk az öt törvényét, beleegyezhetünk abba, hogy jó a törvény, akarhatjuk megtartani azt, sőt, ígéreteket tehetünk és kötelezettségeket is vállalhatunk, hogy meg fogjuk tartani. De egy másik törvényt látunk tagjainkban, a testemben, amely ellenkezik elménk törvényével, elmém akarata ellen, amelynek tetszik Isten törvénye, és rabul át bennünket a bűn amely a tagjainkban van. Ó, én nyomorult ember! Róma 722 22-24-ig. De Krisztus jön, és hoz nekünk egy másik elmét, a lélek elméjét, és nekünk adja. Ő új elmét ad nekünk az ő szent lelke által. Utána ennek az elmének köszönhetően, amely a lélek elméje, Krisztus elméje, amelyet nekünk ad, szolgáljuk Isten törvényét. Hála Istennek! Figyeljétek meg a különbséget! Róma 7. fejezete azt az embert írja le, akiben a test uralkodik, és rossz utakra vezeti az elmét, még az ember akarata ellenére is. 1 Korintus 9. 26-27 versekben azt az embert írja le, akiben az elme uralkodik. Ez a keresztény. Az elméje uralkodik a test felett, a test pedig engedelmeskedik, és engedelmesség alatt tartatik. Ezért olvassuk Róma 12. 2. versben. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által. Görög nyelven pontosan így hangzik. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Új teremtmény nem egy régi, megváltozott ember, hanem egy újból megteremtett ember. Ennek az újból megteremtett embernek nem egy régi, megváltozott elméje van, hanem egy újból megteremtett elméje. Ez Krisztus elméje, amelyet Isten lelke munkál bennünk, az ő elméjét adja nekünk, megszülve bennünk és értünk egy teljesen új elmét. Erről olvashatunk Róma 8. fejezetében. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak, mivel a test cselekedeteit cselekszik, az elméjük követi a bűnt. De a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Róma 8.5 És akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Róma 8.9 A Szent Lélek az, aki elhozza nekünk Krisztus elméjét. Valóban, Isten lelke magát Jézus Krisztust hozza el nekünk. A Szentlélek által Krisztus személyes valódi jelenléte velünk van, és bennünk lakozik. Elhozhatja-e nekünk a Szentlélek Krisztust anélkül, hogy elhozná nekünk Krisztus elméjét is egyúttal? Természetesen nem. A dolgok természetéből adódóan Krisztus azért jött a világba, hogy az ő elméjét adja nekünk. A továbbiakban lássuk, hogy mibe került neki ezt megtenni, és hogyan valósította meg. A test elméje az énünk dolgainak gondolata. Ez Isten iránti ellenségeskedés, és a test által áll ellenőrzés alatt. Jézus Krisztus is ebben a testben jött el, ő a megdicsőült, ő, aki a világukat teremtette, ő az Isten ígéje, testélet, és pedig a mi testünké és ő, az Isteni, aki a mennyben volt, eljött a mi bűnös testünkbe. Azonban ő, az Isteni, a bűnös testben soha nem nyilvánította ki Isteni ényét, hogy ellenálljon a kísértéseknek, amelyek a testben kísértették, hanem megüresítette magát Isteni ényétől. Most ugyanazt a témát tanulmányozzuk, amelyet három-négy éve kutatunk, amelyben Isten vezetett minket, aminek nagyon örülök. Három-négy éve kutatjuk ezt a Biblia verset. Az az elme legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban, és amelytől megüresítette magát. Ennek az elmének bennünk kell lennie, ha meg akarunk üresedni az énünktől, mivel mi nem tudjuk elűzni magunkat önmagunktól. Erre csak az Istenség képes. Ez a végtelenséghez tartozik. Sátán elméje el tud távolodni önmagától? Nem, ezt nem teheti meg. A bennünk lévő elménk, az énünk elméje, ki tudja űzni az ényét saját magából? Nem, nem tudja ezt megtenni. Jézus Krisztus, az Isteni, a végtelen, az ő Isteni személye eljött ugyanilyen testben, mint a miénk, anélkül, hogy engedte volna, hogy Isteni ereje egyszer is megnyilvánuljon, amikor ellenállt minden kísértésnek, csábításnak és a test vonzerejének. Tehát mi győzte le a bűnt, és tartotta vissza Jézust a bűntől? Isten ereje, az Atya tartotta őt távol a bűntől. Hogyan segít ez nekünk? Íme, hogyan segít? Mi nem tudjuk önmagunkat előzni, de az ő isteni elméje belénk hatol, és ezzel az isteni erővel megüresíthetjük magunkat gonosz énünktől, utána ugyanezzel az isteni erővel Jézus Krisztus elméje, az Atya elméje megvéd minket a kísértés erejétől. Így Krisztus, megüresítve magát, megadja nekünk azt a hatalmat, amelyel mi is megüresíthetjük magunkat, akik gonoszok vagyunk, így módon semmisítette meg Krisztus az ellenségeskedést a testében, és lehetővé tette, hogy az ellenségeskedés megsemmisüljön benned és bennem. Látjátok ezt? Tudom, hogy nagyon mély gondolkodásra van szükség, és tudom, hogy amikor időztök-e gondolat felett, amíg tisztán nem látjátok, akkor az elmétek nem fog tudni tovább lépni. Itt elérkezünk Isten titkához, és a véges emberi intelektusnak itt meg kell állnia, és ki kell mondania. Ez szent terület. Ez meghaladja az én felfogásomat. Nem tudok tovább haladni. Átadom magam Istennek. Kérdés a teremből. Krisztus nem függött Istentől, hogy megőrizze őt? A válasz. De igen, pontosan ezt mondom. Krisztus állandóan az atyától függött. Maga Krisztus, aki a világot teremtette, folyamatosan ebben a bűnös testben volt, a tiétekben és az enyémben, amelyet magára öltött. Az, aki megteremtette a világot, állandóan jelen volt abban a bűnös testben, de soha nem engedte meg, hogy megnyilvánuljon, vagy bármit is tegyen mindabból, amit a földön cselekedett. Az ő személye el volt rejtve de amikor ezek a kísértések megostromolták, megsemmisíthette volna őket egyszerűen azzal, hogy jogosan kijelenti Isteni mi voltát. De ha megtette volna, mi megsemmisülnénk. Ha kijelentette volna Isteni voltát, ha engedte volna érvényesülnie önmagát, még akár az igazságban is, az a pusztulásunkat jelentette volna, mert nekünk, akik teljesen gonoszak vagyunk, semmi más nem lett volna szemünk előtt, csak Jézus énje megnyilvánulásának a példája. Állítsátok a gonosz emberek elé követendő példaként az énjük megnyilvánulását, akár az isteni igazságban, és nem tesztek mást, mint még jobban megerősítitek az embereket önzésükben és az önzés gonoszságában ahhoz, hogy mi, akiket a gonosz énünk vezérel, megszabadulhassunk ettől az éntől. Ezért a Szent, az Isteni, lemondott önmagáról, átadta magát Istennek, és visszatartotta igazságos személyének minden megnyilvánulását, miközben folyamatosan rejtve tartotta magát, és mindent teljesen az atyára bízott, hogy az atya tartsa meg őt a kísértésekben. Jézus győzött az atya kegyelme és hatalma által, amely az ő belévetett bizalom válaszaként jött hozzá, miután megüresítette magát. Itt vagyunk mi. Így módon jön el hozzád és hozzám. Kísértve vagyunk, megpróbálva vagyunk, és mindig van lehetőségünk érvényesíteni önmagunkat, hogy valamit megtegyünk, hogy mégis valahogy működjenek a dolgok olyan felvetésekkel van dolgunk, melyek szerint ezek a dolgok még egy kereszténynek is túl sok ahhoz, hogy elviselje, és hogy a keresztény alázatosságot nem kellene túltolni. Valaki megüti arcotokat, vagy összetöri az autótokat, vagy a szerszámaitokat, vagy kövekkel dobálja meg a gyülekezetet. Sátán a következő javaslattal jön. Intézkedned kell. Vidd a törvény elé, a keresztényeknek nem kell ilyen dolgokat elviselniük sehol a világon. Ez nem helyes. És itt jön a te válaszod. Így van. Ennek nem szabad megismétlődnie. Megleckésztetem azt az egyént. Igen, és talán megteszitek. De mi ez? Ez az önvédelem. Ez az énünk válasza. Adjátok fel az éneteket, mert rossz. Hagyjátok Istent, hogy foglalkozzon a dologgal. Enyém a bosszú állás, én megfizetek. Róma 12.19. Mondja az Úr. Ezt tette Jézus Krisztus. Leköpték, kigunyolták, arcon ütötték, meghúzták a haját, tövis koronát tettek a fejére, és gunyból meghajoltak előtte mondván. Üdvözlégy, zsidók királya! bekötötték a szemét, és megütötték, mondván, Profétáld meg, ki az, aki megütött. Mindezt megtették vele, és emberi természetében mindent eltűrt, mert isteni ényét rejtve tartotta. Gondoljátok, hogy nem kapott sugalatot arra, hogy tegyen valamit a tomboló tömeg feloszlatására? Hogy engedje megmutatni Istenségének egyetlen egy megnyilvánulását, amelyel elsöpörheti az egész gyülevész népet. Sátán ott volt, hogy ilyen javaslatokat tegyen. De mit csinált ő? Úgy állt tehetetlenül, védelem nélkül, mint Isten báránya. Istenségének egyetlen megnyilvánulása nem volt jelen, egyetlen halvány jelét nem mutatta annak, csak az ember volt ott, aki mindent Istenre hagyott, hogy azt tegyen, amit akar. Azt mondta Pilátusnak, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. János 19.11. Ez Jézus hite. A profécia pedig erre a hitre hivatkozik, amikor kijelenti. Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések 14.12. Rendelkeznünk kell Jézus isteni hitével, amelyet ajándékként kapunk az elménk által, amelyet Ő ad nekünk. Ez az elme, amit tőle kapok, ugyanazt a hitet fogja gyakorolni bennem, mint amelyet Ő benne gyakorolt. Így módon tartjuk meg Jézus hitét. Ez volt Jézus. Az önátadása által Ő, mint Isten rejtve maradt és nem volt hajlandó megnyilvánulni még a legszörnyűbb kísértések során sem. A profitaság lelkében azt olvassuk, hogy az, amit átélt az árulás éjszakáján, az volt a leginkább elviselhetetlen dolog az emberi természete számára. De ő, visszatartva istenségét, megtette, hogy az emberi természete elviselje azt az atya erejével, aki megtartotta őt a bűntől így módon ugyanazt az isteni elmét, ugyanazt az isteni erőt hozzá el hozzánk, és amikor kigunyolnak, amikor arcon ütnek, amikor leköpnek, amikor üldöznek, mint őt, akkor az az isteni elme, amely benne volt, és amely nekünk adatott, rejtve tartja természetes énünket, bűnös énünket, és mindent Istenre hagyunk. Utána az Atya megőriz minket, ő benne, mint ahogyan megőrzött minket, akkor ő benne. Ez a mi győzelmünk. Így módon semmisítette meg értünk az ellenségeskedést. És ha ő benne vagyunk, mi bennünk is megsemmisül. Hála Istennek! A továbbiakban olvasni fogok egy részt a profétaság lelkéből, amely segít megérteni ezt a témát. Előbb a Review and Herald 1887. július 5 i cikkéből fogok olvasni. Jó, hogy ezek a részek bekerülnek a bulletin kiadványba ezzel a tanulmányal együtt, mivel így mindenki megszerezheti, és mindenki meggyőződhet arról, hogy a tanulmányunk során követett lépések jók. Az apostol fel akarta hívni figyelmünket üdvösségünk szerzőjére. Elénk tárja Jézus két természetét, az emberi és az isteni természetet. Nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő. Ő volt az atya dicsőségének visszatükröződése és a valóságának képmása. Ami az emberi természetet illeti, ő olyan állapotban találtatott, mint ember, engedelmes lévén halálig. Jézus önkéntesen vette fel az emberi természetet. Ez az ő cselekedete volt, az ő beleegyezésével történt. Istenségét az emberibe öltöztette. Bár mindig Isten volt, nem Istenként nyilatkoztatta ki magát. Lefette az Istenség ragyogását, amely vonzotta a világegyetem imádatát és csodálatát. Isten volt a földön, de lemondott Isten képmásáról, és felváltotta az ember képmásával és formájával. Értünk szegény élet, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Elhagyta dicsőségét és fenségét. Bár ő Isten volt, egy időre elhagyta Isten képmásának a dicsőségét. Noha szegénységben járt az emberek között, áldást osztva, amerre csak járt, Szavára angyalok légiói vették volna körül megváltójukat, és elhozták volna az imádatukat. Amikor Jézus árulásának éjszakáján Péter ellenállt a katonáknak, felemelte a kardját, és levágta a főpap szolgájának fülét, Jézus azt mondta: Ted helyére szabjádat. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém tizenkét sereg angyalnál is többet? De ő úgy járt a földön, hogy teremtményei nem ismerték fel, és nem vallották meg, csak néhány kivételtől eltekintve. A légkört, amelyben járt, a dicsőri himnuszok helyett bűn és átkok fertőzték meg. Az ő része a szegénység és a megaláztatás volt. Miközben Szerta járt küldetésében, hogy irgalmat mutasson, betegeket gyógyítson és felemelje a szenvedőket, ritkán hallott egy együttérző hangot, amely áldottnak nevezte, és a nemzet nagyjai megvetéssel bántak vele. Micsoda ellentét van ez és a dicsőség bősége, a halhatatlan ajkakról áradó dicséret gazdagsága, az univerzum milliónyi hangja között, amelyek az imádat himnoszait énekelték. De megalázta magát, és halandó állapotot öltött magára. Az emberi családtagjaként tagjaként halandó volt, de Istenként ő volt a világ életének forrása. Isteni személyként ellenállhatott volna a halálnak, és megtagadhatta volna, hogy az ő uralma alá kerüljön, de készségesen letette életét, hogy ezáltal életet adjon, lehetővé téve a halhatatlanságot. Ő viselte a világ bűneit, és annak büntetését, amely hegyként zuhant isteni lelkére. Áldozatként tette le az életét, hogy az ember ne haljon meg örökre. Nem azért halt meg, mert kénytelen volt meghalni, hanem az ő akaratából. Ez alázat volt, amely egyetlen ajándékban árasztotta ki teljes gazdagságát, hogy megmentse a bukott embert. Krisztus magával hozta emberi természetében mindazokat az életadó erőket, amelyekre az emberi lényeknek szüksége van, és amelyeket el kell nyerniük. És még most is elhozza őket. Az én emberi természetembe, a ti emberi természetetekbe, és az a mi döntésünk, hogy Isten lelke által beengedjük az ő isteni jelenlétét, amely megszabadít önmagunktól, és Istent teszi nyilvánvalóvá önmagunk helyett. Mi csodás egybeolvadás az ember és Isten között. Krisztus segíthetett volna saját emberi természetén, hogy ne érezze a betegség romboló következményeit azáltal, hogy isteni természetéből bűntől érintetlen életerőt és romolhatatlan ruganyosságot öntött volna bele. Ő azonban megalázta magát azáltal, hogy emberi természetet öltött. Azért tette ezt, hogy beteljesedhessék az írás. Szükség volt, hogy Isten fia ismerjen minden lépést, amelyel le kellett ereszkednie a megaláztatásának útján, hogy engesztelő áldozatot hozzon a megkínzott és elítélt világ bűnéért. Micsoda alázat! Csodálattal töltötte el az angyalokat. Nyelv soha le nem írhatja, képzelet soha fel nem tudja fogni. De mi áldásként fogadhatjuk, örvendezhetünk egy tény jótékony hatásának az örökké valóságon át, és Isten olyan örökké valósággal ajándékoz meg, amelyben megérthetjük ennek teljes jelentőségét. A halhatatlan ige beleegyezett, hogy testé váljon. Isten emberré lett. Ember lett. Mi vagyok én? Ember. Ti, mik vagytok? Emberek. Ő személyünké vált, és a vele az Isten lett, velünk az Isten. De ő még lejjebb ereszkedett. Ennél is? Igen, uraim! Ennek az embernek, vagyis Krisztusnak emberként is meg kellett alázkodnia, mert nekünk szükségünk van arra, hogy megalázzuk magunkat. Jézus nem csak istenségét alázta meg, hanem amikor emberré lett, megalázta magát az emberi természetben, hogy mi is megalázhassuk magunkat Isten előtt. Isteni mi voltában megüresítette magát, és emberré lett, majd emberként megalázta magát, hogy mi is megalázzuk magunkat. Mindezt azért tette, hogy lehetővé tegye üdvösségünket. Ebben áll a mi üdvösségünk. Nem ok ez arra, hogy mindezért éjjel-nappal örvendezzünk hálával telve, mint az igaz keresztények. De ő még ennél is lejjebb ereszkedett. Ennek az embernek meg kellett aláznia magát emberként is, aki elviseli a sértéseket, szemrehányásokat, igazságtalan vádakat és bántalmazásokat úgy tűnt, nincs biztonságos hely számára az általa teremtett földön. Saját élete biztonsága érdekében egyik helyről a másikra kellett menekülnie. Egyik tanítványa elárulta, és egyik legbuzgóbb követője megtagadta. Megcsúfolták, tövis koronával koronázták, megkorbácsolták, és a kereszt terhének cipelésére kényszerítették. Nem volt érzéketlen erre a szégyenre és megaláztatásra. Alávetette magát mindezeknek, és ó, megérezte a keserűséget úgy, mint egyetlen más lény sem érezheti. Ő tiszta volt, szent, folt nélküli, mégis úgy bántak vele, mint egy gyilkossal. A szeretet megváltó a legmagasabb pozícióból szállt alá. Lépésről lépésre halálig alázta meg magát, de micsoda halál! A legszégyen teljesebb, a legkegyetlenebb, a kereszthalál, mint egy gonosz tevő. Nem halt meg hősként a világ szemében, olyan kitüntetésekkel megrakva, mint azok, akik a csatában halnak meg. Elítélt gyilkosként halt meg, ég és föld között lógva a szégyen hosszantartó gyötrelmes halálával halt meg, kitéve a gyilkosságokkal és rossz indulattal megrakott, elesett tömeg gúnyolódásának és az ironikus megjegyzéseknek. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. 22. Zsoltár, 8. vers A bűnösök közé számlátott és vérszerinti rokonai megtagadták. De anyja szemtanúja volt a megaláztatásnak, és ő kénytelen volt látni a kardot, amint átdöfi a szívét. Elviselte a keresztet, és megvetette a szégyent. Csekély jelentőségűnek tartotta ezeket munkája eredményeihez képest, nem csak a világ ezen töredéke javára, hanem az egész univerzum javára is – minden Isten által teremtett világjavára. Krisztusnak az ember helyetteseként kellett meghalnia. Az ember halálos ítélet alatt álló bűnöző volt, amiért megszegte az Isten törvényét, mint áruló és lázadó. Ezért az ember helyettesének gonosztevőként kellett meghalnia, mert ő az árulók helyett állt azok összes bűneinek terhével együtt ránehezedve Isteni lelkére. Nem volt elég, hogy Jézus azért halljon meg, hogy eleget tegyen a megszegett törvény követeléseinek, hanem szégyen teljes halált kellett halnia. Képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Ha mindezeket figyelembe vesszük, lehet egy kis önfelmagasztalásunk is, ha az emberek Krisztus életére, megaláztatására és szenvedésére gondolnak, akkor is büszkén emelhetik fel a fejüket, mintha nem kellene szégyent, megpróbáltatást és megaláztatást elviselniük. Krisztus követőinek azt mondom, tekintsetek a kálváriára, és szégyeljétek gondolataitokat, hogy olyan fontosnak tartjátok éneteket a menny felségének mindezen megaláztatása a bűnös és elítélt emberért történt. A menny felsége egyre lejjebb ereszkedett alázatosságában, míg nem volt alacsonyabb hely, ahová leszállhatna, hogy felemelje az embert az erkölcsi tisztátalanságából. Milyen alacsonyan lehetünk mi, ha ahhoz, hogy ő felemeljen bennünket az erkölcsi tisztátalanságból, egyre lejjebb és lejjebb kellett lépnie, míg nem volt lejjebb, ahová leereszkedjen. Gondoljatok erre, és meglátjátok, milyen alacsonyan voltunk. Mindez értetek történt, akik a felsőbb harcoltok, és keményen munkálkodtok az emberek dicséretének és felmagasztalásának megszerzéséért, saját magatoknak akik féltek, hogy nem kaptok meg az emberektől minden dicséretet és megbecsülést, amit megérdemelnétek. Hasonlít ez Krisztushoz? Az az elme legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Azért halt meg, hogy engesztelést szerezzel, és példakép legyen mindazok számára, akik a tanítványai akarnak lenni. Van még hely a szívetekben az önzésnek? És azok, akiknek nem Jézus a példaképük, azok dicsérni fogják érdemeiteket. Nincs egyetlen érdemetek, kivéve azokat, amelyek Jézus Krisztusban vannak. Még mindig büszkélkedhettek büszkeségetekkel, miután láttátok az Istenséget megalázni magát, majd emberként egyre lejjebb szállni, amíg emberként nem volt nagyobb mélység ahová leszállhatott volna? Álmélkodjatok ezen, ó egek, borzadjatok és rémüljetek, ti föld lakói, és ti is így válaszoljatok uratoknak. Mennyi küzdelem, mennyi gonoszság, mennyi formasság és büszkeség, mennyi erőfeszítést tétetik az ember felmagasztalásáért, az én dicsőítésére, miközben a dicsőség ura megalázta magát, a kereszten kínjait és a szégyeletes halált elszenvedve értünk. Ki tanul a példaképtől szelítséget és alázatot? Ki igyekszik komolyan uralni az énjét? Kiveszi fel a saját keresztjét és követi Jézust? Ki küzd a magával szembeni engedékenység ellen? Ki dönti el komolyan és minden erejével, hogy legyőzze a sátáni vonásokat mint az irítség, féltékenység, rossz gyanakvás, megtisztítva a lélek templomát minden szentől, és kinyitva a szív ajtaját, hogy Jézus beléphessen. Segítsen az Úr, hogy ezek a szavak lenyűgözzék azok elméjét, akik olvassák őket, hogy ápolhassák az alázat kegyelmét, lehessenek önzetlenek, és készek arra, hogy másokat fontosabbnak tekintsék önmaguknál és birtokolva Krisztus elméjét és lelkületét, hordozhassák egymás terhét. Ó, ha mindezeket beírhatnánk a szívünk mélyére, miközben szemléljük azt a nagy megaláztatást és leereszkedést, amelyben Isten fia leszállt, hogy részesei vélhessünk az Isteni természetnek. Most olvasok még néhány sort a Jézus élete új kiadásának bevezető oldalairól. A megváltás nagy művének véghezviteléhez a megváltónak a bukott ember helyébe kellett lépnie. A világ bűneivel megterhelve oda kellett állnia, ahol Ádám elbukott. Pontosan ott kellett elkezdenie munkáját, ahol Ádám kudarcot vallott és ugyanolyan jellegű próbát kellett elviselnie, de végtelenül súlyosabbat, mint az, amely legyőzte Ádámot. Lehetetlen az embernek teljesen megértenie azokat a kísértéseket, amelyekkel sátán megkísértette megváltónkat. Bármely gonosz csábítás, amelynek az emberek oly nehezen tudnak ellenállni, az Isten fia elé került, de annyival nagyobb mértékben, mint amilyen az ő jelleme messze felülmúlta a bukott emberét. Amikor a kísértő megkísértette Ádámot, nem érintette a bűn. Tökéletes férfiúságának erejével állt Isten előtt, minden szerve és képessége teljesen kifejlődve és kiegyensúlyozva. Minden szépség vette körül, naponta szent angyalokkal érintkezett. Milyen kontraszt ezen tökéletes lény és a második Ádám között, amikor a kietlen pusztába vonult, hogy megküzdjön Sátánnal. Emberi fajunk már négyezer éve egyre alacsonyodott, úgy kinézetre, mint testi erejében, és az erkölcsi értéke megromlott. Ahhoz, hogy felemelje a bukott embert, Krisztusnak ott kellett elérnie őt, ahol állt. Ezért vette magára az emberi természetet és viselte az emberiség gyengeségeit és elfajulását. Megalázta magát az emberi szenvedés legalacsonyabb mélységéig, hogy együtt érezhessen az emberrel, és megmenthesse attól a romlástól, amelybe a bűn sodorta őt. Mert illendő vala, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Zsidók 2.10 És tökéletességre jutván örök üdvösség lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Zsidók 5.9 annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Zsidó 2:17-18 Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Zsidók 4.15 Való igaz, hogy egy bizonyos alkalommal Krisztus ezt mondta magáról. Jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. János 14.30 Sátán az emberi szívekben talál bizonyos dolgokat, amelyek által helyet szerezhet a szívben. Egy sarkót, ahol meg tudja vetni a lábát, egy dédelgetett bűnös vágyat, amely által kísértései megmutatják erejüket. De Isten fiában nem talált semmit, ami által győzelmet arathatott volna. Jézus nem egyezett bele a bűnbe. Egyetlen gondolat sem kerülhet sátán kísértésének hatalma alá. Krisztusról azonban megvan írva, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, Sokan azzal érvelnek, hogy Krisztus természete miatt lehetetlen volt, hogy sátán kísértései legyengítsék vagy legyőzzék őt. Ebben az esetben Krisztus nem kerülhetett volna Ádám helyére, nem léphetett volna arra a területre, amelyen Ádám elbukott, nem vívhatta volna ki azt a győzelmet, amelyet Ádámnak nem sikerült megnyernie. Ha nem lett volna megkísértve abban a dologban, amelyben Ádám meg lett kísértve, nem válthatta volna meg Ádám kudarcát. Ha az embernek bármilyen módon egy nehezebb próbát kellene kiállnia, mint Jézusnak, akkor Krisztus nem tudna segíteni rajta, amikor kísértésbe esik. Krisztus magára vette az emberit, annak minden kötelezettségével együtt. Felvette az emberi természetet, a kísértésbe esés lehetőségével együtt, és isteni erőre támaszkodott. Az isteni és az emberi egyesülése az egyik legnagyobb titok, egyben a megváltási tervnek legértékesebb igazsága. Pál erre a titokra hivatkozott, amikor azt írta, és minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben. 1 Timóteus 3:16. Bár lehetetlen a korlátolt elmének teljesen felfognia ezt a nagy igazságot, vagy felmérnie teljes jelentőségét, mégis létfontosságú leckéket tanulhatunk belőle a kísértésekkel szembeni küzdelmünk során. Krisztus azért jött erre a földre, hogy isteni erőt hozzon az emberiségnek, hogy az embert az isteni természet részesévé tegye. figyeljétek meg, hogy biztonságos terepen vagyunk, és ha ki van jelentve, hogy magára öltötte a mi természetünket, anélkül, hogy részesen lett volna a szenvedélyeinknek, akkor igaz és helyes, mert az ő isteni elméje soha nem járult hozzá a bűnhöz. És ez az elme a Szentlélek által jut el hozzánk, és ingyen, pénz nélkül kapjuk. Tudjuk, hogy Isten Fia eljött, és elmét értelmet adott nekünk. És Krisztus elméje értelme van bennünk. Azaz elme indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt.